törzsfőnökre issza magát, leül a kis Sámira a konyhába, ülőpika, úgy csinálja, mint az indiák, így uff. Csak ő nem azt mondja, hogy uff, én beszéltem, uff, ma majd hánytam, uff. Ha meg mondja, hogy ne mondjad béna, hol voltál? Szerinted? Templomba, mama, templomba. Megittuk a misebort. Meg mondja, ne az ugye, nem lehet berúgni, de nagy mise volt. Legutóbb meg jött haza az öreg négy kézláb, akkor is jött a humoltál már megint kérdés. A Hoffmann virágával, nagypapán révén, mert kisgyerekkoromban nagyon sokat vigyáztak rám. Hát én a mai napig abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a két nagymamám él, falu egyik meg másik végén. Papa szokta mondani, hogy tiszta úr a nagy varázsomá, keleti boszorkány, nyugati boszorkány. Itt vannak egyszerre, kocsmárosunkat úgy hívják, hogy Totó. Papáik még mennek, hogy bocsánat, lehet, csak nem érdemes, így van? Hát én múltban visszaszóltam a feleségemnek, mi volt a reakció? Nyugos! Maradj csendben, vonulj, félre gondolod el, mit csinálták? Következő veszekedés, ahogy mondta, csendben vonultam. Kérdezik el, hogy jött a vállalatot le, és kérdeztek tőle, hogy mi van a Béla bátyám? Majd én, mert engem ismer a disznó. Sokat aludtunk együtt, mikor a mama nem engedett be a házba. Egészen összemelegettünk. Eltűnt az ós sötétjébe, ilyeneket hallottunk, hogy... És az még nagyapám volt, nem a disznó. Az mondja, mozga, ágy, engedd már magad, úgyis ányaim leszel, a szomszéd Bélabá felém. Hopp, ezt nekem is látni kell. Ő is eltűnt, ilyeneket hallottunk. Fogjad Béla, mit? Mindegy, amit találsz. Megvan a farka, az a tenyém, te hülye! Jó, van, azt hittem, a Malaci olyan kis kunkori. Hát 2 perc múlva a disznó kijött, így nézett befelé, hogy az olva, hogy mi a jó Isten történik itt. Nagyapámék még 5 percig bunyóztak bent szomszéd Bélabával, de nagyon büszke voltam az öregre, mert amikor kijöttek, a hurok az Bélabám volt. Papa győzött. És aki volt már disznóvágáson, az tudja, hogy ami ezután történik, az nem lehet szavakba önteni. Tehát, mert ilyenkor visít a disznó, ugatnak a kutyák, sírnak az asszonyok, üvöltöznek az emberek, tehát hanghatásokkal próbálnám érzéket, ez a fogja már, ne csak esély, mindig csak és na, mit fogja, az az élában te, ne szóltozzál, jaj, inkább ettünk volna tésztát, ne ugassál bundás, te is csak azt tudod, amit a mama, jó, ne ugassál, jó, na, szúrjad, kiszúrjad, mi az, hogy én, ne, na, Béluska, tedd már a kakast, azt nem vágjuk, hát ne szórakozzál már. Na, szúrjad, ki, miért nem nézze, nem én szúrjad, hát akkor kiszúrjad, nem beszéltük meg.